A tegnap nap során 1500 pontot esett a budapesti értéktőzsde, de a BUX értéke 1500 pontot veszített értékéből, 3-4%-ot estek a blue chipek, itt a MOL OTP kurzusa, ami nagyon megsületett, a Richter esett nagyon nagyobb a tegnapi nap során. Ez egyértelműen az iráni és az amerikai konfliktusnak volt köszönhető. A rossz évkezdés ellenére a világ tőzsdék, köztük a budapesti értéktőzsde, kedden már magukra találtak. Az elemzők szerint 2019-ben kiválóan teljesítettek az értékpapír kereskedések. 2019 is meglehetősen jó évnek mondható tőzsde szempontjában, hiszen a BUX 39 000 ponton kezdte a kereskedést, és 46 000 ponton zárta. Így közel 20%-ot tudott emelkedni a budapesti értéktőzsde. Elég vegyesen teljesítettek a blue chipek, 37%-ot emelkedett az OTP, 4%-ot gyengült a MOL kurzusa 2019-ben, a Magyar Telekom stagnált, és közel 20%-kal értékelődött fel a Richter kurzusa. Az árfolyamok tekintetében a tavalyi év nagy vesztese a forint volt, amely folyamatosan gyengült. Meglehetősen sokat gyengült a forint. 280 forinton kezdte a kereskedést dollárral szemben 2019 elején, az év végére viszont 300 környékén zárta az árfolyamot. Ezzel szemben az euróval szemben is sajnos gyengült a forint, 3%-kal értékelődött le a forint, 320 forinton kezdtük a kereskedést, és 330 környékén zárt a 2019-es évet. Sajnos a svájci frankkal szemben is gyengülés volt tapasztalható, hasonlóképpen, mint a dollárral szemben, 7%-ot gyengült a forint a svájci frankkal szemben. Az idei tőzsdei előrejelzések még visszafogottak, de jellemzően stagnálni fognak az értékpapírpiacok. A nyugat-európai bőrzék is 25%-os emelkedéssel zárták a 2019-es évet, az amerikai bőrzék még jobban teljesítettek, 2019-et illetően 25-30%-os pluszt produkáltak az amerikai tőzsdeindexek. Azért azt gondolom, hogy 2020-at illetően a kereskedelmi háború véget, illetve az iráni konfliktus véget könnyen lehet, hogy befékeznek az indexek, és nem fogunk tudni a továbbiakban ekkorát erősödni, sokkal inkább stagnálásra, vagy azért inkább visszarendezésre gondolok a 2020-as évet illetően. Éppen ezért 2020-ban a szakemberek szerint az arany és az ezüst befektetések lehetnek a legjövedelmezőbbek és a legbiztonságosabbak.